Olyan útfejlesztések valósultak meg Mátészalkán, melyek már évek óta várattak magukra. Az elmúlt napokban 4 elkészült útszakaszt adtak át, melyek felújítását saját forrásból végezték el. Ez a Móricz Zsigmond utcának a következő szakasza volt, az Ötvös utca, amin most állunk, ugye ez a Kórház utcája, tehát egy nagyon forgalmas útszakaszról van szó. Ide tartozik még az Almáskert utca, aminek egy rövid, nagyon-nagyon rossz szakaszát újítottuk fel, de az egyik legjelentősebb mátészalkai szálláshelyhez vezet, és nem mindegy, hogy a japán, német és külföldi vendégeinknek milyen véleménye alakul ki a rövid útszakasz alapján is a városról. A negyedik útszakasz pedig a Fekesszegi út volt, ami nyilván a Szennyvíztelephez vezet, és ezért kellett megerősíteni. Hanusi Péter elmondta, hogy ezekkel az útfelújításokkal egy 50 éves tartozást törlesztettek. Hozzátette, Mátészalka saját erőből is karbantartja az útjait, de a pályázatok terén is aktívak. 200 millió forintot nyertünk el még a tavalyi év folyamán. A jó hír az, hogy 15 útszakasz került be a két pályázati csomagba. Az pedig további jó hír, hogy az engedélyek és a kiviteli tervek elkészítetése, megszerzése után már lezártuk a közbeszerzési eljárásokat. Most jelen pillanatban annál a folyamatnál tartunk, amikor a közbeszerzési hatóság ellenőrzi a jogszerűséget. Az elmúlt 10 évben ezzel soha nem volt probléma, most is várjuk, hogy visszaválaszoljon a hatóság, hogy zöld lámpa mehet. Ezután jogerőre emelkedik a döntésünk. És innentől kezdve, június végén, ha jóisten is megsegít bennünket, szerződést köthetünk majd a kivitelezőkkel, hiszen ugye a 15 útszakasz, kvázi 15 részajánlattételre adott lehetőséget. A gyerekek biztonsága érdekében egy 5-ágú körforgalmat is terveznek a Kávin János református iskola mellé, melyen 2 okos zebra vezet majd át. Ettől 100 méterre pedig 18 parkolóhelyet is építenek majd. Emellett egy másik körforgalom is tervben van a Móricz Zsigmond utca végén és a Bercsényi út kereszteződésében. Hanusi Péter kiemelte, a 15 útszakasz megújítása egy újabb minőségi ugrást jelent majd Mátészalka közlekedési hálózatában.